1964-ben alakult meg a Molnár Dixieland Band. Ez idő alatt többször megfordultak külföldön is, mostanában azonban már csak belföldi fellépéseket vállalnak. Korábban jártak Makón, de a Hagymaházban még nem léptek fel, így nagyon örültek a felkérésnek. Ez egy nagyon szép játszóhely, tehát egy szép színpad, jó ki van találva, úgyhogy ez makói viszonylatban vetekszik a Szegedi Dom térrel, mint szabadtéri játszóhely, tehát nagyon örülünk, hogy itt vagyunk. Az idén 51 éves együttes az Örömzene címet adta koncertjének. Maga a Dixieland műfaj is örömzene, amely a több mint 100 éve mellette álló stílusokkal, úgy mint a country és a blues, életörömet sugároz a közönségnek, ezért sokan kedvelik. A szegedi együttes hosszú évek óta dolgozik együtt Szulák Andreával, akivel csodálatos koncerteket tudhatnak maguk mögött. A zenészek és az énekesnő nagyon összeszokott már, kevés próbával is színvonalas produkciót állítanak színpadra. Én azt gondolom, hogy mi már azért egy összeszokott csapat vagyunk, ez olyan, mint egy régi barátság, hogy lehet, hogy évek telnek el, és ugyanúgy tudjuk folytatni a mondatot, ahol abba hagytuk. Ők profi, kiváló zenészek, kotta olvasók, az újukban van az egész szakma, én pedig megtanultam már ezeket a dolgokat, tehát már egy szemvillanásból tudjuk, hogy a másik mire gondol, vagy mit szeretne. A szombati koncert elnyerte a makói közönség tetszését is, kétszer is visszatapsolták az együttest. All of me, why not take all of me? Can't you see, I can go without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my hands, I never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on there without you? You took the part that once was my heart, so why not take all?